1945. március. A normandiai partra szállás után 9 hónappal a szövetségesek elérték az utolsó természetes akadályt, amely Németországot védte. A Rajnát. Pszichológiailag nagyon fontos volt. A kocka el lett vetve. Elértük a harmadik birodalom belsejét. A Wehrmacht az utolsó nyugati végvárát igyekezett megvédeni. Minden szerepet kapott benne. A hazafiasság, a hűség, a kötelességtudat és a makacság keveréke volt. Hívja, ahogy akarja. A nyugati katonák rettegtek, hogy közvetlenül a harcok vége előtt esnek el. Tudtuk, hogy készen kell állnunk a halálra is, de kevésbé szívesen vállaltuk volna így, hogy közeledett a háború vége. A Rajnai csata története. A Rajnai csata. ...1945. januárjában Hitler utolsó nyugati hadművelete, az ardenneki offenzíva katasztrofális kudarccal végződött. A szövetségesek áthatoltak a Siegfried vonalon, Németország nyugati határának védőbástyáján. Szabaddá vált az útjuk az ország megszállásához. Keleten Sztálin vörös hadserege mindössze 80 kilométerre járt Berlintől. A legtöbbek számára világos lett a náci birodalom veresége, mely csupán csak hetek kérdése volt. De nem mindenki adta fel. Én már a szülőföldjükön harcoltak. A hazájukat, a családjukat, a saját területüket védték a betolakodók ellen. A fanatizmus másik oka az újonnan besorozott fiatalokban keresendő. Ezek a 16-17 éves gyerekek már a náci államban nőttek fel. Csak a náci propagandát ismerték. Számukra a különböző szlogenek, mint a Németországnak túl kell élnie engem is, az én nem számítok, a német nép számít, ezek tényleg jelentettek valamit. Készek voltak feláldozni magukat. Adolf Hitler azt remélte, hogy a Németország szívét a szövetségesektől elválasztó természetes akadály a Rajna mentén súlyos vereséget mérhetnek a brit-amerikai erőkre, ezzel megváltoztatva a helyzetet. Hitler döntéseit az ábrándozás és a kalkuláció furcsa elegye adja. Azzal számol, hogy ha sikerül feltartani az ellenséges erőket a Rajnánál, talán megfurhatja a nyugati demokráciák és a kommunista Szovjetunió bizarr szövetségét. Ugyanakkor olyan egységekre építene, amelyek hónapokkal korábban megsemmisültek. Megvalósíthatatlan terveket sző. Elutasít minden megadásra vagy békekötésre vonatkozó felvetést. A szövetséges főparancsnok Eisenhower pontosan tudta, hogy a németek a Rajna vonalát kettőzött erővel fogják védeni. A folyó nem pusztán jelentős természetes akadályt képez, hanem az ország fontos szimbolikus határa is. A Rajna jelentősége túlmutatott önmagán. Sokan nemzeti tragédiaként élték volna meg, ha a szövetségeseknek sikerül átkelniük a folyón. Hiszen ha ott nem, akkor vajon hol lehetett volna hasonló lehetőséget találni az ellenség megállítására? 1945 tavaszán Eisenhower a valaha létező egyik legerősebb hadsereget irányíthatta. Márciusra három hadseregcsoport hatolt be német földre, egészen a Rajna partjáig. Egymással versengtek, melyikkel állt először a folyón. Északon a brit Bernard Montgomery tábornagy 21. hadseregcsoportja, mely az első kanadai, a második brit és a 9. amerikai hadseregből állt. Középen az amerikai Omar Bradley tábornok 12. hadseregcsoportja, vagyis az első és harmadik amerikai hadseregek. Délen pedig Devers tábornok első francia és 7. amerikai hadseregéből álló 6. hadseregcsoportja. A Normandiából való kitörés óta Eisenhowernek két egymással versengő hadistratégia közt kellett egyensúlyoznia. Az egyik a keskeny front stratégia, amellyel készszúrásszerűen egy keskeny szakaszra összpontosítják az erőket, ott megpróbálva áttörni a frontvonalat.
A másik stratégiát széles frontnak hívták, amely esetében az utánpótlást szétosztják az összes hadsereg és az összes egység közt, és nagyon széles vonalban, egész Nyugat-Európából folytatják az előrenyomulást Németország felé. Eisenhower az utóbbi stratégia mellett döntött. Mindenkinek egyszerre kellett folytatnia a támadást. Gyakran összetűzésbe került emiatt a tábornokaival. Patton és Montgomery is az ékszerű támadás híve volt, bár arról nem meglepő módon mást gondoltak, hogy kihajtsa azt végre. Mindegyik hadseregcsoport maga dönthette el, hol és hogyan akar átkelni a Rajnán. Montgomery nagyszabású, jól megtervezett művelettel kívánta a 21. hadseregcsoportot átjuttatni a folyón. Légideszant egységek, masszív tüzérségi támogatás és utászok segítségével. Patton a gyorsaságára és kezdeményező készségére alapozva akarta kihasználni a bárhol kínálkozó lehetőséget. A szövetségesek álma az egyik nagy rajnai híd sértetlen elfoglalása volt. Azonban ez vágyálomnak látszott. A németek könnyen felrobbanthatták az összes hidat, amint átkeltek rajta. A németek eltökélt szándéka volt a hidak megsemmisítése. Ugyanis ha a szövetségesek átkelnek a Rajnán, utána nagyon nehéz lett volna az invázió megállítása. Onnantól kezdve az ellenség igénybe vehette Németország infrastruktúráját, az autópályákat. Valóban a Rajna jelentette az utolsó védelmi vonalat nyugaton, ahol feltarthatták a szövetségeseket. Azonban egy kevés szerencse és a gyors amerikai reagálás Patton csapatainak kezébe adta a háború egyik legnagyobb lehetőségét. Remagen városánál. Március 7-én a 9. amerikai páncélos hadosztály járőrei értek fel a városra néző dombra. Meglepve látták, hogy a 350 méter hosszú Ludendorff híd érintetlenül állt. A lehetőség, amelyre vártak, hogy átkeljenek a Rajnál. Azonban a város és a hídja csordultig volt a visszavonuló német katonákkal, járművekkel és menekülőkkel. Csak arra emlékszem, hogy mindenki futott. Katonák, civilek, mindannyian németek. Át a hídon. A híd lábánál magasodott egy domb. Vasúti alagút szelte át, és mi a domb tetején álltunk, ahonnan tökéletesen lehetett látni. William Hodge tábornok, a 9. harckocsi hadosztály B harci egységének parancsnoka ért a helyszínre. A műszaki alakulatok tapasztalt tisztjeként, a D-nap és az Ardenneki csata veteránjaként hamar elindította a hadműveletet a város és a híd megszerzéséért, mielőtt a németek elpusztíthatták volna azt. Szerencsére a csapatai rendelkezésére állt a legújabb amerikai tank, az ikonikus, de igen sebezhető M4 Sherman nagyon várt utódja. Az M26 Pershing tank a világháború egyik mi lett volna ha története. Amint elkezdődött a Shermanek gyártása, az amerikai hadsereg újabb tank fejlesztésébe fogott. De az Európában harcoló csapataiknak várniuk kellett az új harckocsira. A nagyobb tankok Európába juttatása, szállítási és logisztikai problémákat vetett fel. Ezért a Pershing tankot csak 1944 végén kezdték el gyártani. A Zebra akció keretében 20 ilyen páncélost gyorsan Európába küldtek. Szinte a harctéren tesztelték őket. Hatalmas fölényt biztosított a szövetségeseknek, a 90 mm-es lövege, és így a tűzereje nagyobb volt a király tigrisénél is. Erős motort kapott, szélesebb lánctalpakat, és vastagabb páncélt az elején, így a személyzete nagyobb biztonságban volt. A Pershing tankok gyorsan elnémították a német ellenállást. Remagent elfoglalták az amerikaiak, és figyelmüket a hídra összpontosították. Nem tudták, hogy a németek már megpróbálták egyszer felrobbantani azt. Ám a robbanóanyag felmondta a szolgálatot. A második kísérletben is csak megrongálódott a híd, a nem megfelelő robbanószer miatt.
600 kg robbanóanyagot kértek, de csak 300-at kaptak, amelyről kiderült, hogy gyengébb minőségű, mint amit általában használtak, és mint amire számítottak. Ezt a robbanóanyagot aknákhoz használták eredetileg, nem hidak felrobbantására tervezték. A híd így éppen maradhatott. A robbanás után egy amerikai gyalogszázadot vezényeltek a híd elfoglalására. Hirtelen egy amerikai katona tűnt elő a város utolsó utcájából, és elindult a híd felé. Egyedül volt, és a fegyverét kézben tartva sétált. Elhagyott egy épületet, lépésről lépésre 250 métert jött előre. Semmi nem történt közben. Néztem őt, amikor felbukkant egy amerikai tank is a híd Remagen-i oldalán. Akkor tudtam, hogy jobb, ha megyek. A Pershing segített a gyalogságnak biztosítani az utat. A gyalogságot géppuska tűz érte a híd egyik végén álló tornyokból. A Pershing kilőtte a tornyokat, ahol a német géppuskások voltak. A hídra merészkedő amerikaiak tudták, hogy a németek bármelyik pillanatban újra megpróbálhatják felrobbantani a hidat, és ezúttal talán sikerrel járnak. Csatlakozott hozzájuk három utász Hugh Mott hadnagy vezetésével. Később interjút adott a szövetséges híradónak. Miután a gyalogság elfoglalta Remagent, a különítményvezető Engemann alezredes hivatott, és megbízott, hogy derítsem ki, mennyire károsodott a híd. Elbírja-e a járműforgalmat? És ha nem, mennyi időbe telik a kijavítása? Később Mott visszaemlékezett a pillanatokra, amikor a hídon sétált, amely bármelyik pillanatban a levegőbe repülhetett. Egyáltalán nem volt nagy tűzharc ott. Az első délutánon igazából csak elszórt tűzváltások voltak. Azt kérdezte, mit éreztem, amikor a hídon sétáltam. Az járt a fejemben, hogy a túloldalon a búvóhelyükön várják, hogy jöjjek, csak jöjjek, majd szépen a híddal együtt megkapod a magadét. Így éreztem magam. Az első amerikai raj német orvlövészek pár elszórt lövése közepette ért át a híd túloldalára, anélkül, hogy bárkit elvesztettek volna. Útközben az utászokkal együtt annyi detonátort hatástalanítottak, amennyit lehetett. A hadosztály műszaki alakulatának tagjai jöttek velünk, és ahol vezetéket láttak, lehajoltak és kihúzták. A 9. páncélos hadosztály átkelt a Rajnán. Az erősítés pedig hamarosan már úton volt. Úgy szólt a parancs, hogy keljek át a hídon, amilyen gyorsan csak tudok. Voltak előttünk gyalogságiak, de a miénk volt az első teljes század, amelyik átkelt, mert nálunk ott voltak a szakácsok is. Az előttünk lévők szakácsai hátra maradtak az ászló aljjal. A mi csapatunk főzte az első melegételt a Rajna túlpartján. A híd elfoglalása utáni 24 órában Eisenhower támogatásával a helyi parancsnokok 8000 katonát küldtek át a hídon. Ám Frank Kemnek utászként kételjei voltak, meddig fog állni a híd. A híd egyértelműen megsérült. Ahogy mentünk át rajta, láttuk a lyukakat, és kerülgetnünk kellett őket. Átkelés közben felnéztem a jobb oldali rást szerkezetre is, és láttam, hogy egy nagyobb törés van benne, a robbanástól. Ha a rást szerkezetnek az a része ledől, az egész híd összeomlik. Ezért, ahogy leértünk a hídról, mentem az ezred parancsnokához, akik mellé be voltunk osztva, és mondtam neki, hogy ki kellene javítani a híd sérüléseit. Kérdeztem, hogy maradjunk hátra elvégezni a feladatot, vagy menjünk tovább a gyalogsággal előre. Azt mondta, maradjak. Jobb volt így. Biztonságosabbnak tűnt. Eközben az amerikaiak az új hídfőállás kiszélesítéséért harcoltak. Az utászok pedig lankadatlan munkával próbálták helyrehozni a hidat. Újabb átkelési pontokat is létrehoztak. Csónakok, partraszálló hajók
és ponton hidak révén, hogy minél hamarabb, minél több katonát a túlpartra juttassanak. Hitler tombolt dühében, mikor megtudta, hogy a szövetségesek megkaparintottak egy épp hidat. Azonnal erősítést küldött, hogy az amerikai hídfőt megsemmisítsék, a hidat pedig mindenáron elpusztítsák. Valamint elrendelte, hogy a híd elvesztésének felelősét lőjék agyon. Látnunk kell, hogy Hitler környezetében volt valaki, aki a saját belátása szerint nevezhetett meg mást bűnösnek. A kezdetektől egyértelmű volt, hogy találni fognak egy bűnöst, ha nem kettőt, hármat vagy négyet. A híd elvesztésének felelősségét Hans Scheller őrnagyra hárították. A felesége emlékszik a pillanatra, amikor megtudta férje sorsát. Délután 2 óra volt. A hírek a hadihíradó következett. Bemondták, hogy letartóztatták, és halálra ítélték az ellenséggel szemben mutatott gyávaságáért és parancs megtagadásáért. Az ítéletet addigra végre is hajtották. A németekre sokkal jellemzőbb volt a sajátjaik rendkívül szigorú megbüntetése. A II. Világháború alatt német katonák 10000-eit lőtték le. A többségüket a keleti fronton, de a nyugatin is 1000-eket. Az okok nagyon vegyesek, dezertálástól lopáson és nemi erőszakon át gyávaságig terjedtek. Összevetve a szövetségesek gyakorlatával, akik csak pár katonájukat végezték ki, ha egyáltalán bármilyen bűnért, a németeknél bevett gyakorlatnak számított a sajátjaik lelövése, amit több 10000 alkalommal megtettek. A német erők nyugati parancsnokát, von Rundstedt tábornagyot nem végezték ki, de elbocsátották. Ideális bűnbak volt a rémageni hibáért. Helyére egy impresszív itáliai eredményeket felmutató védekezés specialista került. Albert Kesselring a Luftwaffe tábornoka volt, aki elismerést vívott ki magának földi és légi egységek irányításában egyaránt. Az Olaszországban 2 amerikai hadsereg elleni mesteri védekezése arra indította Hitlert, hogy Németország megvédésére nevezze ki őt. Bármilyen rátermett is volt, lehetetlen stratégiai szituációval szembesült. Hogy feltartsa a szövetségeseket a Rajnánál, rendelkezésére állt a H-hadseregcsoport Blaskowitz tábornok vezetésével Hollandiában. Modelltábornagy B-hadseregcsoportja és a Hauser tábornok irányította G-hadseregcsoport délnyugaton. Az alapvető problémát az jelentette, hogy a nyugati fronton harcoló katonák többsége vagy idős volt, akiket korábban nem soroztak be a hadseregbe, vagy túl fiatalok, akiket csak ekkor soroztak be a Hitlerjugendből. A német hadsereg gerincét jelentő, igen tapasztalt tiszthelyettesek és tisztek nagy többsége addigra eltűnt. Emiatt a Wehrmacht nem igazán teljesített jól harci szituációban. Nem volt megfelelő az emberállománya, nem kaptak megfelelő kiképzést, és nem volt elég eszközük és ellátmányuk sem. Kesselring fő célja az amerikaiak Rajna-menti talpalatnyi területének eltiprása volt Rémagennél. Az amerikai csapatok több ezer újabb katonát juttattak át a Ludendorff hídon és az utászaik által mellette emelt ponton hidakon. A németek igen merész akcióra készültek, hogy megsemmisítsék őket. Minden bombát, ami rendelkezésükre állt, a hídra szórták. A legutolsó, még meglévő repülőiket használták fel. Köztük a világ első harcképes sugárhajtású bombázóját, az Arado 234-et. A 740 km/órás végsebességével lehagyta a szövetségesek vadászgépeit, és 1,5 tonna bombát tudott célba juttatni. Az új repülők 6 nap alatt 9 bevetésen vettek részt, de egy alkalommal sem találtak célt.
hogy megvédjék a nagyon fontos átkelőiket. A szövetségesek a háborúban korábban nem látott mennyiségű légvédelmi ágyút sorakoztattak fel. Közel 700-at. A vadászgépek mellett. Az amerikaiak állítják, hogy a 367 támadógépből 200-at lelőttek. Mivel a Luftwaffe nem ért célt, a németek az 540 mm-es Carl Gerrit mozsárágyút vetették be, ami itt is látható. Ám 14 alkalommal tévesztettek célt. Eljött Hitler rémséges új csodafegyverének ideje. Hitler a V2-es rakétát akarja bevetni a híd lerombolására, ami a német hadsereget is meglepi és aggasztja, mert tudják, hogy nagyon pontatlan fegyver. 11-et lőttek ki, de mind eltévesztette a hidat. Ellenben több német várost eltaláltak, sok civilt megölve, de a híd ismét sértetlen maradt. Végül Otto Skorzeny, az SS különleges osztagának legendás vezetője küldte 7 búvárát robbanóanyaggal felszerelve, hogy robbantsák fel az egyik ponton hidat. Azonban a szövetségeseknek is volt titkos fegyvere. Ez a csatornavédő fényszóró. Titkos fegyver lévén nevét félnevezetésként kapta. A tetején lévő toronyszerű emelt lövegállásba fényszórót szereltek, amely 13 millió kandellás fénnyel világított. Kreteszt is építettek a fényszóró elé, amellyel másodpercenként 2 is villanthattak, ezzel szinte elvakítva azt, aki belenézett. A CDL nagyon fontos szerepet kapott a híd megvédésében, mert az amerikaiak észrevették a búvárokat, mielőtt azok elérték volna a céljukat. Ugyanakkor több ok játszott közre a búvárakció sikertelenségében. A fényszóró jelenléte mellett a búvárok kimerültsége és a rettentően hideg víz szintén. Nem voltak képesek gyorsan reagálni új szituációkra és arra, hogy észrevették őket. Az SS béka embereinek valójában esélye sem volt a jeges vízben. Mindegyikőjüket elfogták vagy megölték. 10 nappal az elfoglalása után, március 17-én a Ludendorff híd összeomlott. A német robbanó töltetek, a nehéz járművek és katonák folyamatos vonulása és a közelben becsapódó német bombák végül megtették a hatásokat. 28 amerikai utász vesztette életét, akik az utolsó pillanatig dolgoztak a híd megerősítésén. Több tucatnyi embert a vízből mentettek ki, sokukat súlyos sérüléssel. Amikorra a híd összeomlott, az amerikaiak már 25 ezer katonát juttattak át a túlpartra Remagennél. A híd mellett kompokat, pontonhidakat és partra szálló hajókat is igénybe véve. A Rajna túloldalán 40 km széles területet ellenőriztek, 8 km mélységben. Azonban ahhoz, hogy erejük teljében nézhessenek szembe a németekkel, további átkelési pontokat kellett találniuk a Rajna mentén. Egyetlen hídon képtelenség lett volna a teljes amerikai haderőt átjuttatni. A széles front stratégia mellett, amelyet Eisenhower követett, a szövetségeseknek rengeteg hídra és rengeteg átkelési pontra volt szükségük a Rajnán, hogy minden csapatuk folytathassa az inváziót. Remagentől 130 kilométerre északra Montgomery 21. hadseregcsoportja Wesel mellett a saját rajnai átkelését készítette elő. Azonban a régióban a németek még időben felrobbantották a közúti és vasúti hídakat. Montgomery a D-nap óta a legnagyobb brit vezetésű hadművelet tervével állt elő. A Plunder fosztogató hadműveletben 1,2 millió ember vett részt. Bár nem állt a rendelkezésükre híd, nagyon tapasztalt és jelentős katonai erőt tudtak felvonultatni. Az átkelést a brit második hadsereg vezette volna, a valaha harctéren látott legerősebb brit hadsereg. Őket támogatta az első kanadai, a 9. amerikai hadsereg és az Egyesült Államok 18. légideszant hadteste.
A választott taktika Montgomeryre jellemző. Akkor a tűzerővel támogatta meg a támadást, amekkora csak lehetséges volt. Ráadásul légideszantosokat is bevetett. A Market Gardenből megtanulták, hogy a légiszállítású csapatoknak akkor látják igazán hasznát, ha minél hamarabb csatlakozni tudnak hozzájuk a szárazföldi alakulatok. A Plunder hadművelet és annak légideszant része a Versatile művelet ambíciózus vállalás volt. 60 ezer tonna lőszert, 59 ezer főnyi műszaki személyzetet és 30 ezer tonna műszaki felszerelést igényelt a partra szálló és kétéltű járművek százai mellett, hogy a csapatokat a túlpartra juttassa. Montgomery legnagyobb bosszúságára órákkal a hadművelet kezdete előtt kapta a hírt, miszerint legnagyobb riválisa Patton megelőzte a folyón való átkeléssel. Délen, Mainz mellett az 5. gyalogsági hadosztály rögtönzött akcióban szelte át a Rajnát támadó hajókon, partra szálló hajókon és kétéltű járműveken. Nem volt szükségük tüzérségre, bombázókra és légideszant alakulatokra, mint az Patton felettese, Bradley kihangsúlyozta a kommunikéjében. De Montgomery figyelmét nem lehetett elterelni. Még Churchill látogatása sem tette, pedig a brit miniszterelnök mindenképp szemtanúja akart lenni a történelmi tettnek, a Rajnán való átkelésnek. Március 23-án hajnalban 3500 szövetséges ágyú nyitott tüzet a folyó túlsó partjának német állásaira. 3 órával később kezdődött el a hadművelet. Az 51. felföldi hadosztály páncérozott Buffalo kétéltűinek vízrebocsátásával. Az alapgondolat az volt, hogy a Buffalo képes egyszerre 36 katonát szállítani, vagy nagy mennyiségű eszközt. A 3 fő személyzetével igen hatékonyan lehetett működtetni. Ha gyors folyású vizen keltünk át, a túlpartot 45 fokos szögben kellett becélozni, mert a sodrás a jármű fenekét fordítja el. Így megfelelő szögben állunk a túlsó parthoz képest. Ezen úttörő kétéltű járművek egyike ma a Brit Tank Múzeumban található. A Buffalo képes volt 30 embert szállítani viszonylag védetten. A Rajna meredek partjától a tenger felé tartó gyors sodrású folyót átszelve a túlsó partig, ahol a hátsó rámpa leengedésével azonnal indulhattak harcba a katonák. Reggel a támadás 600 Buffalo megindulásával kezdődött. Mindegyik körülbelül 30 katonát vitt a túloldalra, miközben a személyzet a Polsten ágyúval lőtte a németeket. Amikor a Buffalo-ban állva közeledtünk a folyóhoz, mindenki jókedvű volt. Ahogy egyre közelebb értünk, valami bukkanóra mentünk. Kicsit dűlöngéltünk, de minden rendjén volt. A személyzet ura volt a helyzetnek. Viszont, amint belementünk a vízbe, a Buffalo feneke égnek állt, az orra belebukott a Rajnába. Mi pedig a lendülettől estünk keltünk. Hirtelen minden elcsendesedett. Aztán David Reed elkezdett játszani a szájharmonikáján, és arra rögtön elkezdett az egész csapat a Buffalo-ban énekelni. A vidám, jókedvű hangulat visszatért, és így keltünk át a Rajnán, harmonika szóval, énekelve, lelkesedéssel. A brit és amerikai gyalogság március 24-én kora reggel kelt át a Rajnán. Szövetséges jelzőrakéták segítették őket, hogy a németek behúzzák a fejüket, és láthatóak legyenek a kikötési helyek. Peter Davis vezette az egyik Buffalo-t. Monty hatalmas zárótüzet rendelt a tüzérségtől, mint tette minden nagyobb támadásnál. Döbbenetes volt a zárótűz a Rajna felett. Aztán természetesen leszállt a füstfelhő, és kiadták a parancsot, hogy induljunk.
Tele voltunk gyalogsággal, átkeltünk, kitettük és útjukra engedtük őket. A szövetségesek óriási túlerőben voltak, a németek pedig alig voltak képesek ellenállást kifejteni a roham ellenében. A német védekezés irányítója, a Rajna ezen szakaszán Johannes Blaskowitz tábornok, a HAL hadseregcsoport parancsnoka volt. Ígéretes karrier kezdetét megtörte, hogy felemelte szavát az SS által Lengyelországban elkövetett atrocitások ellen. 4 évig lényegében mellőzték, mielőtt 1944-ben rábízták volna a dél-franciaországi német csapatokat. Tapasztalt és jó képességű katonaként pontosan tudta, hogy a Rajna megvédése szinte lehetetlen. Blaskowitz hadseregcsoportja papíron erősnek látszott, de a hadosztályai többsége 3-4 ezer embert számlált. Még a szövetségeseknél ez a szám 16 ezerre rúgott. Ráadásul nagyon csekély tüzérségi és páncélos erő állt rendelkezésére. A teljes hadseregcsoportban alig 200 tank és rohamlöveg volt, szemben a szövetségesek 5 harckocsi hadosztályával. Azaz több mint 1000 tankkal. A nagy részük eszközök, harckocsik és tankok terén nagyon szerényen állt. A német ipar nagy részét elpusztította a megszállás és a stratégiai bombázás. Ezért a német hadsereg 1945-ben már csak árnyék a régi önmagának. Szinte megszokásból harcolnak, hűségből, azért, mert nincs jobb dolguk, és kétségbeesve remélik, hogy Hitler előáll a csodafegyverrel, amely mindent megváltoztat. Akkor talán megmarad a családjuk és a kisközösségeik. De igazából már nem bíznak a jövőben. Sőt, a többségük nem szándékozott meghalni a háború lezárásának küszöbén. Harcoltunk, de reményvesztetten. Mondjuk így. Nem bizakodtunk. Mindannyian abban bíztunk, hogy hazatérünk. Hogy semmi nem történik már, és ennek megfelelően viselkedtünk. Nem voltunk már harcosok. Mivel a német ipar romokban állt, az olcsó és könnyen gyártható tank elleni fegyverek kerülhettek előtérbe. Amellett, hogy Németország nagy harckocsikat gyártott, mint például ez a páncélvadász, egyszerű fegyvereket is fejlesztettek, mint a Panzerfaust, a páncélökör. Ez egy kumulatív töltet, amit lehetett tömegesen gyártani. A kumulatív gránát feje egy részből készült töltsér, és az ezt körülvevő robbanóanyag. A csőben robbanó töltet van. Az ellenséges tankra nagyjából 60 méterről lehetett célozni. A kioldó gombot megnyomva, a töltet kirepült az ellenséges tank irányába. Nagyon egyszerű elven működik. A robbanás összepréselte a részfejet, és előre lökte, amely így átszúrta a páncélt, és 5,5 centi átmérőjű lyukat hagyott. A tankba hatoló olvadt fém hőhatása tüzet keltett a tankban. Egyszerű, tömegesen gyártható fegyver. 1944 végén már havonta 300 ezret készítettek, és az egyszerűsége révén a honvédő Hitlerjugendet is felszerelhették vele. Mindenki képes volt egy olyan egyszerű eszközt használni, mint a páncélökör. A brutális hatékonysága ellenére sem bizonyult elégségesnek, hogy megállítsa a szövetségesek támadását. Látnia kellett volna az amerikaiakat, hogy hogy fel voltak szerelve. Mint egy milliómos harcolna egy olyan ellen, aki 68 évig börtönben volt, és gyakorlatilag hadirokkant. A szétszóródott, demoralizálódott védelmen a 21. hadseregcsoport úgy hatolt át, mint kés a vajon. Áldozatok alig voltak. Volt olyan egység, amelynél a baráti tűz több áldozatot szedett, mint az ellenséges. A reggel előre haladtával a szövetségesek egyre több kétéltű járművet küldtek át a Rajnál,
Délelőtt 10-re világos lett, hogy az átkelés jobban halad, mint bárki remélni merte volna. Azonban a művelet következő szakasza, a légideszant alakulatok ellenséges vonalak mögé juttatása volt az akció legkockázatosabb része. A világháború legnagyobb légideszant akciója, nagyobb, mint a D-nap vagy a Market Garden. A légiflotta 4000 szállító és vitorlázó repülőből állt, 900 vadászgéppel megtámogatva, összesen 22000 főnyi gyalogsággal a fedélzeten. Kilenc óra 45 perckor a tüzérség elhallgatott, nehogy a saját gépeiket lőjék le. És minden szem az égre szegeződött. Nappal volt, délelőtt 10 óra. Az indulás pillanata. Egy századot vezettem már akkoriban. Az első zászlóalj B századán. És az egész nagyon hasonló érzés volt Normandiához. Talán még magabiztosabbak voltak az emberek, mint a normandiai akciónál. A kezdeti német tüzérségi válasz visszafogott volt. De amikor rájöttek, hogy mivel néznek szembe, egyre több ágyú kezdett tüzelni. A közeledő szövetséges légiflotta könnyű célpont volt. Alacsonyan és lassan repültek, kikerülő manőverekre nem voltak képesek. Az amerikaiak felfedezték az új csapatszállítójuk egy hiányosságát is. Annál a bevetésnél nem az én ezredemből, hanem egy másik ezredből, az 513-ból jó néhányan odavesztek. Ugráltak ki a C-46-osból, aminek két ajtaja volt, mindkét oldalon egy-egy. Mind a kettőn ugrottak kifelé. Az üzemanyag tartálya sebezhetőbb volt, mint a C-47-esé. Ha a C-46-ost találat érte, az üzemanyag beszivárgott a raktérbe, többször tűzgolyóvá változtatva a gépeket. Az ejtőernyősöket a vitorlázó repülősök követték, még alacsonyabban repülve, vagyis még sebezhetőbb célpontokként. Összesen közel 100 szövetséges repülőt semmisítettek meg. Az épségben földet ért légideszantosok gyakran ellenséges tűz közepette próbáltak kiszabadulni az ejtőernyőjükből, vagy az összetört vitorlázó repülőből. Az elitegységek gyorsan rendezték soraikat, és elkezdték viszonozni a németek lövéseit. Órákon belül elfoglalták a célpontokat, és összekapcsolódtak a szárazföldi alakulatokkal, amelyek aznap reggel keltek át a folyón. A hatodik légiszállítású hadosztály, amely az ellenséges vonalak mögött landolt, és reggel 10 óra körül egyesült velünk, ők vitorlázó gépekkel érkeztek, és nagyon sok embert vesztettek. Sok gép lezuhant, és rengetegen meghaltak. De a művelet folytatása sikeres volt. Minden szörnyűség ellenére a légideszantosok célba juttatása a vártnál kevesebb áldozattal járt, még a rajnai átkelés teljes sikerrel zárult. Montgomery a folyó túloldalára juttatott 4 gyalogos hadosztályt, úszó harckocsikat és 2 légideszant hadosztályt. Blaskowitz tábornoknak az utolsó tartalékerőkhöz kellett nyúlnia, hogy kétségbeesett ellenállással próbálják megvédeni a Rajnát. A 15. Panzergrenadier hadosztály Riesnél kezdett ellentámadásba. A 116. páncélos hadosztálynak az Issel folyó átkelőit kellett visszavennie a szövetséges ejtőernyősöktől. Azonban az Issel-nél lévő német állásokat támadó brit és amerikai vadászbombázók és tüzérség szinte a német ellentámadás kezdete előtt megállították azt. Blaskowitz az utolsó kártyáját játszotta ki, amely csak arra volt elég, hogy pár órára feltartsa az inváziót. A szövetséges utászok eközben hidak építésébe kezdtek a Rajnán.
A műszaki alakulatok először egy olyan hidat húztak fel, amelyen a gyalogság átkelhet. Majd azt bővítették ki pontonok, acélelemek és egyéb eszközök használatával, hogy járműveknek is alkalmas legyen. Ez a hatalmas utásteljesítmény, mintha a feledés homályába veszne, pedig legalább annyira fontos volt a szövetségesek rajnai átkelése szempontjából, mint Remagen elfoglalása. Eisenhowernek és Churchillnek a március 25-i találkozójukon minden okuk megvolt az optimista hangulatra. A brit miniszterelnök maga is átkelt a Rajnán egy nyugodt körzetben, és fél órát töltött a túlparton. A következő napon a 21. hadseregcsoportnak már 12 hídja állt a folyón, amelyeken keresztül özönlöttek a szövetséges erők a német területre. A védelemre beosztott német egységek vagy megsemmisültek, vagy az invázió elől menekülve elhagyták állásaikat. Nyomultunk be Németországba. Olyan volt, mint egy hétvégi buszos kirándulás. Sehol senki, üres minden. Tudták, hogy a háborút elvesztették. Visszavonultak. Megtört a németek harci kedve, és egyre növekvő számban adták meg magukat a katonáik. Naponta 13-16 kilométert haladtunk előre. És minden nap németek százait ejtettük fogságba. Annyira sokan voltak, hogy néha a mieink csak intettek nekik, hogy merre menjenek az úton, és nem adtak melléjük őröket sem. Emlékszem egyszer, mikor már a Rajnán túljártunk, közeledett egy csapat hadifogoly. Olyanok voltak, mint a többi, kivéve, hogy 200-an lehettek. És futottak, rohantak. Gondoltam, a teringettét, ez nem semmi. Ahogy elmentek mellettünk, rájöttem, hogy a köpcsös figura az elején, aki vezeti őket, a mi főtörzsünk. Azt kiabálta. Gyertek már, semmire kellők! De akadtak, akik inkább az utolsó pillanatig harcoltak Hitler Németországáért. Sokuk még gyerek volt. Volt egy fiatal fiú, 14 lehetett, aki feltartott minket. Amikor rátaláltak, nem tehettek semmit, csak 14 volt. De közben egy egész zászló aljat feltartott. Talált egy géppuskát, azzal lőtt egyfolytában. Nem mertünk tovább haladni, aztán megtalálták. A géppuska mögött ült és megállás nélkül tüzelt. 3 hét leforgása alatt az amerikai rögtönzés és Montgomery alapos, óvatos módszerének keverékével a szövetségesek 320 kilométer szélességben szelték át az utolsó Németországot védő természetes akadályt. Strasbourgtól Hollandiáig számos további rajnai átkelési pont létesült. Hamarosan a szövetséges alakulatok már napi 80 kilométert haladtak előre. A gyalogság tankokra kapaszkodott fel, a német városok pedig fehérbe öltöztek a megadás jeleként. Eisenhower Montgomery bosszúságára Berlint a szovjeteknek hagyta. Ám a náci birodalom gyorsan széthullott. A Németország belseje felé haladó szövetségesek a nácik szörnyű rémtetteivel is szembesültek. A Bergen-Belseni koncentrációs tábort felszabadító brit katonák elképzelhetetlen kínok nyomait találták. Semmit se tudtok a koncentrációs táborokról. Senki nem hallott róla. Azt észre sem vettük, hogy az egyik oldalon volt a férfiak tábora, a másik oldalon a nőké. Összesen 60 000 ember tartottak fogva. Amiről először azt hittük, hogy rongyok, hogy rengeteg rongy. Kiderült, hogy holttestek és haldoklók teste. Visszataszító szag volt, és ha valamit hosszabban néztél, egy farönköt, annak a nagy valaminek az alján, egyszer csak megmozdult és kiderült, hogy egy ember az, aki még él.
A Németországot előzönlő szövetségesek a náci vezetők palotaszerű otthonait is megtalálták. Kiderült, hogy Mönchengladbachban volt Joseph Goebbelsnek, Hitler propaganda miniszterének az otthona. Amikor elfoglaltuk a területet, nem tudtuk kié, de rengeteg bort és fényképezőgépet tartott. Úgy tűnik, gyűjtötte őket. A 29. hadosztály zsidó katonái számára a táborok túlélőivel közösen Goebbels villájában megtartott Pészach az elégtételt is jelentette. Vissza akartak menni a zsidó húsvét szertartására, mert a vallásukban, azaz egyiptomi fogságuk 3000 évvel ezelőtti véget érésének ünnepe. És véget ért a modernkori fogságuk is a náci Németországban. A szertartás alatt Poljakov káplán meghatódott az összegyűlteket látva, akik közt az amerikai katonák mellett nagyon sokan voltak a koncentrációs táborok túlélői közül is. Szörnyű állapotban voltak, és közülük sokan, amikor megpróbáltuk hazavinni őket, meghaltak útközben. Nem tehettünk semmit. Csak azt, hogy teljesítjük, amiért könyörögtek, hogy ott lehessenek a Pészach szertartáson. 6 héttel a rajnai átkerés után már a szovjetek ellenőrizték Berlint, és Hitler halott volt. 8 nappal később, 1945. május 8-án, Németország feltétel nélküli megadásával véget ért a háború Európában. Legyőztek. Engem győztek le. El kellett telnie egy évnek, vagy talán másfél évnek is, mire mindenről tudomást szereztünk. A holokausztról és a többiről. Utána teljesen átfordult az emberek véleménye. Mindent utólag szörnyűnek és rossznak láttam. De az elején nem éreztem úgy, hogy felszabadítottak volna. Én nem éreztem. Lehet, hogy sokan igen, de én nem. Hiányzott a katarzis. Olyan volt, mint egy drog. Kontroll alatt tartott hatalmas izgatottság. Esküszöm, izgalmas volt. És hirtelen véget ért. A németek kiszálltak. A fiatal emberek számára, akik mindent kockára tettek, hamarosan eljött az ideje, hogy elköszönjenek a katonatársaiktól, és hazatérjenek. Emlékekkel, amelyektől nem lehet szabadulni. Amikor véget ért, azt kérdeztem, mihez kezdjek. Üresség volt. Hiányozni fognak a bajtársak, mindegyik. Hogy ők hogy boldogultak? Nem tudom. De büszke vagyok, hogy velük szolgálhattam. Jobban ismertük egymást, mint az emberek nagy része a családját. Együtt mentünk át a nehezén, és segítettünk egymásnak túlélni. A háború véget ért, túléltük. Ez az érzés volt meghatározó. Visszagondolva, amikor március 11-én az amerikaiak bevonultak Leubdorfba, mindenki úgy érezte, vége a háborúnak, hál' Istennek. Azon, hogy felszabadítottak, vagy vereséget szenvedtünk, csak később kezdtünk gondolkodni. Kinyitottam a bejárati ajtót, bementem a házba, és azt mondtam, szia, anya! Ő majdnem elájult. Tudja, hogy hazaértem. Velem így volt. Az egyik nővérem kifut az udvaron. Ő látott meg, és felismert rögtön. Elkiáltotta magát olyan hangosan, hogy még ma is hallom. Itthon van Harry. Harley's home.
Leszálltam a vonatról, és az összesereglett népek üdvrivalgása, kiabálása és tapsa fogadott. Örültek, hogy látnak. A felét nem is ismertem, de azért volt sok ismerős is. És azt hiszem, anyám sírt. Tudtam, hogy az élet rövid. És az, amit átéltem, megmutatta nekem, hogy fontos is. Úgyhogy vége lett, és én 5 év és 3 hónapig ott voltam. Boldog vagyok, hogy az Úr engedte, hogy túléltem. Magyar szöveg Monori Csaba, hangmérnök Géci Levente, gyártásvezető Vígvári Ágnes, szinkronrendező Hirt Ildikó. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Borgyöngyi.